Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai alkalommal. A mai alkalommal egy olyan bibliai témát szeretném, hogyha tanulmányoznánk az igéből, ami az egyik legközpontibb téma az írásban. Gyakorlatilag a Bibliának az elnevezése, illetve hát a két részének az elnevezése is ezt a kifejezést foglalja magában. Ebből is látszik, hogy ez az egyik legközpontibb témája az igének. A szövetségről, illetve a szövetség kötésről szeretném, hogyha tanulmányoznánk az igéből, az írásból. Ugye a két nagy része a Bibliának, Ószövetség és Újszövetség, magában az elnevezésükben is jelzik már, hogy ez a legfontosabb vagy legközpontibb tanítása mind a két részének, az igének és az írásnak. Ugye éppen ez mutatja, hogy két részből is áll az igénk, az írás, Ószövetségből és Újszövetségből, hogy Istennek a valamikor az Isten által megkötött szövetséget újra kellett kötnie az emberekkel, mert az ember újra, ugye folyamatosan újra és újra elhajlik az Istentől, de ennek ellenére az Isten az, aki az állandó elhajlások ellenére újra és újra folyamatosan mindig megszólítja és keresi az embert. Az alapigénk, amelynek keresztül vizsgálnánk ezt a témát, egyetlen egy ige, és annak szinte minden egyes szavát megvizsgálnánk, mert gyakorlatilag az Isten egyetlen egy, pontosabban kettő ige versben összetudta foglalni mindazt, amiről aztán gyakorlatilag az egész Bibliánk, az egész írás szól. Hóseás könyvében található ez a két kifejezés, egy gyakran idézett ige helyez, különösen esküvők alkalmával, a 18. és 19. vers, de lényegében ugye itt Isten és az ő népe közötti szövetségkötésről beszél, vagy arról is beszél az Isten, és az egyes emberrel való szövetségkötéséről is. Így hangzik tehát ez a két ige, amelyik lenne a mi tanulmányunk a mai alkalommal. Hóseás 2:18-19 tehát. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Ez lenne tehát az az ige, amit a mai alkalommal vizsgálnánk. Mondhatjuk azt, hogy szinte szóról szóra minden egyes kifejezést, ami ebben a két versben található, megvizsgálnánk, hogy mit akar az Isten üzenni ezzel a két verssel a mi számunkra. Alapvetően három nagy kérdés az, amit vizsgálnunk kell a két igevers alapján. Az egyik nagy kérdésünk az, ami rögtön két kérdés is, de az egyik szempont, amit vizsgálnunk kell a két vers alapján, az az, hogy mi a szövetségkötésnek az alapja. Mire tekintettel köti meg Isten a szövetséget az egyes emberrel és egy egész közösséggel, egy gyülekezettel, vagy egy néppel, egy nemzettel, hogy az Ószövetségben ez megtörtént. És ehhez szorosan kapcsolódik, hogy milyen két alapelv érvényesítése mentén köti meg az Isten ezt a szövetséget. A másik szempontunk, ami alapján vizsgálnánk ezt a két igeverset, az pedig az, hogy mi az ember része a szövetségkötésben, és itt még csak számokkal jelölöm, de mi az a harmadik alapelv, ami a szövetségkötésben szintén maradéktanul érvényesül. Ez lenne a második szempontunk, és a végső, az utolsó, a harmadik szempontunk pedig az lenne, hogy mi a szövetségkötésnek a célja. Mindegyik kérdésünkre ez az ige vers megadja a választ, és mindezt a három szempontot két területen kell vizsgálnunk, mert mind a két terület benne van az igében. Ugye éppen erről szól az igének a két nagy része, vagy az írásnak a két nagy része, hogy az Isten ugyanezeket az alapelveket vagy szempontokat érvényesíti vagy juttatja érvényre, amikor egy néppel, egy közösséggel köt szövetséget, ugye ez az Ószövetség gyakorlatilag, hiszen egy egész nemzettel kötött szövetséget az Ószövetségben, erről szól maga az Ószövetség, de ugyanezeket a szempontokat érvényesíti az Isten, amikor az egyes embert hívja magához szövetségre, tehát az egyes emberrel való szövetségkötés tekintetében is ugyanezek a szempontok kell, hogy érvényesüljenek, majd meglátjuk, hogy valóban így van. Ugye az Ószövetség valójában egy egész nemzettel, néppel való szövetsége az Istennek, legalábbis ennek a történetét tartalmazza, de ha az Ószövetség legelejére gondolunk, akkor viszont azt látjuk, hogy ott az egyes embereknek is nagyon fontos szerepük volt, ugye Ábrahámnak vagy Jákobnak, és ilyen értelemben már mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben az Újszövetség megelőzte az Ószövetséget, hiszen az Újszövetség az, ahol szintén az egyes emberekre helyeződik a hangsúly.
és ezeknek az egyes embereknek a lelki közössége az, ami aztán majd egy népet alkot. Nézzük meg tehát akkor, hogy mik azok a szempontok, amely szempontok alapján az Isten szövetségre kíván velünk lépni. Az első két kifejezés tehát, amit megvizsgálnánk, vagy vizsgálat alá vennénk, az a 18. versében így hangzik, hogy a szövetség az igazsággal és ítélettel történik. Ugye azt mondja az Isten, hogy így jegyezlek el téged magamnak, igazsággal és ítélettel. Mi az, ami az Isten igazságát bemutatja, vagy az Isten igazságát tömören összefoglalja, és az emberek számára világossá teszi, vagy közérthetővé, és egyben ami az ítéletnek, vagy az ítélkezésnek az alapja is. Hát nyilván mindannyian tudjuk, ha már ezeket a kérdéseket föltesszük, akkor mindannyiunknak eszünkbe jut, hogy hát ez nem lehet más, mint az Isten törvénye, ami ugye minden egyes embert megítél. Ugye? És ha az Isten törvénye alapján tekintünk az emberiségre, vagy az Isten tekint az egész emberiségre, akkor vajon ki az, aki kész arra, vagy képes arra, hogy megfeleljen az ő törvényének? Ezt a Róma beliekhez írt levélben olvashatjuk el, Pál apostol is ugye ezzel a gondolattal veti föl, vagy ezt a gondolatot veti föl a római gyülekezetnek. A harmadik fejezetben, 10, 11 és 12. versében, valamint a 23. versében. Tehát római levél, harmadik fejezet, 10-től 12-ig és a 23. verset olvasnám. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyáján elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. 23. vers. Mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ugye ez nem egy örömteljes vagy szívderítő leírás a világ állapotáról, de azt mondja itt az igében az Isten, Pál apostolon keresztül, hogy egyetlen egy ember sem képes arra, hogy az Isten törvényének megfeleljen, vagy az Isten törvényét be tudja tölteni, és így az Isten gyakorlatilag magához tudná fogadni. Nagyon szomorú a leírás, mert azt mondja az ige, hogy nincs egyetlen egy ember se, aki igazán keresné az Istent. Elég döbbenetes, ugye ez a leírás. Nincs senki, aki megértené az Istent. Ugye milyen rossz az, amikor nem értenek bennünket az emberek. Beszélgetünk valakivel, és nem értenek meg minket. És ehhez képest képzeljük el Istennek a helyzetét, azt mondja az Isten, senki nincs, aki őt értené. A 12. versben azt mondja, mindnyáján elhajlottak, és haszontalanokká lettek. Hát valami egészen megdöbbentő ez a világ állapotára. Ugye, mert a világ magára nem így néz, nem így tekint az emberiség önmagára. Ehhez képest ez egy elég lesújtó megjegyzések, és a 23. vers pedig aztán végül is hozzáteszi, hogy miért van mindez, mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ugye az emberiség körében vannak nagy tiszteletben álló emberek, akik magas dicsőségben részesülnek, de azt mondja a Bibliánk, hogy azt, ami az Isten dicsősége, azt viszont senki nem keresi. Az emberek tehát óriási tévutakon járnak, és ha ezt a leírást nézzük, az Isten törvénye alapján az emberiség egyáltalán nem lenne alkalmas arra, vagy nem méltó arra, hogy az Isten vele szövetséget kössön. Ehhez képest akkor mégis hogy lehet az, hogy az Isten talált megoldást arra, hogy az a szövetség létrejöhessen ő közte és az egyes ember, a földi emberek az ő teremtményei között. Hát nyilván mindannyian tudjuk, hogy mi lett ennek a megoldása, ugye? Hát a megoldás pedig nem lehet más, nyilván, mint az, hogy ő maga az, aki egy megoldást talált. Mielőtt erre a megoldásra térnénk, lapozzunk Jeremiás könyvének a 31. fejezetéhez, mert ott megerősítenénk azt a megállapításunkat, hogy a szövetség az semmilyen más alapon nem működhet, csak a törvénynek a maradéktalan érvényre juttatásával. Jeremiás könyvének a 31. fejezet 33. versét olvassuk el. Így hangzik az ige Jeremiás 31-33-ban. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Ugye ebben az igében is egyértelműen hangsúlyozza a Bibliánk, az írásokban az Isten, hogy a szövetségnek a lényege az Isten törvényén való megalapozottságot jelenti. Tehát csak az Isten törvényére tekintettel lehetséges a szövetség megkötése. Ugye azt mondta, hogy a szövetség az ez lesz, amit újra megkötök majd Izrael házával e napok után, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem. Vagyis hogyan lehetséges ez, hogy abba az emberiségbe, amelyik ennyire elhajlott az Istentől, amelyik egyáltalán nem keresi az Istent, hogyan lehetséges, hogy az Isten képes lesz ennek az emberiségnek a szívébe helyezni az ő törvényét? Egyáltalán nincs az emberiségnek erre vágyódás, ugye nincs, aki keresse az Istent. Hogy lehet az, hogy az Isten képes lesz erre, hogy az Ószövetség után az Új Szövetségben szintén az ő törvényére alapozódjék a szövetség? Ugye nem csak az egyes embernél, hanem ahogy láttuk az Ószövetségben egy néppel megkötött szövetségnél is ez történt, ugye a Sínai hegynél megtörténik a 10 parancsolat átadása, és erre tekintette, hogy a nép esküdtesz arra, hogy megfogadja, hogy ezt a törvényt betartja, erre tekintettel történik a szövetségkötés. Na de hogy lehet az, hogy ha az emberiség ennyire távol áll az Isten törvényétől, akkor hogyan tudja az Isten ezt mégis megvalósítani? Hát ugye talán mindannyiunkban ott van már a megoldás erre, vagy a gondolat erre, amit Zsoltárok könyvéből szeretnék én most felidézni, nyilván sok helyről felidézhetnénk. Én a Zsoltárok könyvéből idézném fel a 40. Zsoltárból, ami szintén egy ismert igehely. Ez a 8. és 9. versében olvasható. Zsoltárok könyve 40. rész, 8. és 9. vers így hangzik. Akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekercsekben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ugye hogyan lehetséges az, hogy az Isten az ember szívébe helyezi a törvényt? Hát úgy lehetséges egy részről, hogy az Isten példát ad az emberiség számára. Példát ad arra nézve a saját életén keresztül, vagy a saját maga példáját adja, hogy mit jelent az itt a földi életben az igazi emberi élet, ugye? Tehát megmutatta Jézus Krisztuson keresztül, hogy az emberhez méltó élet, az milyen élet. Ugye Jézus Krisztus volt az, aki arról azt mondja az írás, az eljövendő messiásról, hogy a te törvényed az én keblem közepette van. Vagyis az ő egész életének a központjában, ahogy a legfontosabb szervünkként, ugye a szívünket tekinthetjük, az egész életének a központjában az Isten törvénye áll. És számára ez a legfontosabb és a legkedvesebb, hogy az Isten törvénye ott legyen az életének a központjában, és minden cselekedetét, minden gondolatát, minden szándékát, minden tettét ez irányítson. Ugye az igazság és ítélettel való eljegyzés tehát ezt jelenti, hogy az Isten törvényének maradéktalanul érvényre kell jutnia az ember életében. És a másik, ugye kijelentés, amit Hóseásnál olvashatunk, hogy kegyelemmel és irgalommal történik ez. Hát hogyan lehetséges a kegyelem és irgalom, hogyha mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, mert mindannyian vétkeztünk, hát éppen Jézus Krisztus által, ugye? Mert ő nem csak példát ad az emberiség számára, hogy mit jelent az igazi emberi élet, hanem az életét is adja azért, hogy mások az Istenhez közelebb kerüljenek az ő áldozata árán. És ugye amikor Jézus Krisztus áldozatáról beszélünk, akkor az Isten erre tekintettel bennünket bűntelennek tekint, és úgy tekint ránk, mintha mi éltük volna Jézus Krisztusnak az életét, és Jézus Krisztusra pedig úgy tekint, mintha ő a mi életünket élte volna, ugye? Ez a megváltásnak a lényege, ez a kereszt áldozatnak a lényege. Hogy maga az Isten hoz egy különleges megoldást abban a helyzetben, ami emberileg áthidalhatatlan lenne, ugye? Senki nem keresi az Istent, senki nem méltó arra, hogy az Istennel szövetségre lépjen, mert mindnyáján elhajlottak és haszontalanok, és mindannyian vétkeznek, és egy ilyen emberiséget akar megmenteni az Isten. Aki egyáltalán nem akarja őt keresni, aki haszontalan, aki elhajlott, aki vétkezett, és az Isten dicsőségét nem keresi. És ezért az emberiséget az Isten önmagát áldozza föl, és önmaga mutatja be, hogy mit jelent az igazi emberiség, az emberhez méltó élet. Hogyan olvashatjuk ezt el visszalapozva Jeremiás könyvének a 31. fejezetéhez?
Szintén lapozunk is, és a következő verset is olvassuk el, tehát Jeremiás könyvének a 31. fejezetét keressük meg újra. És ott olvassuk el most már a 34. verset. Hogyan mondja ezt az Isten a 34. versben? És nem tanítja többé senki az ő fele barátját. És senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva a nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Hát micsoda kegyelem és irgalom ez, ugye, ahogy mondja Hóseásnak, hogy nem csak igazsággal és ítélettel, hanem kegyelemmel és irgalommal is történik az eljegyzés, vagy a szövetségkötés, mert azt mondja az Isten arra az emberiségre, akiről Pál apostolon keresztül azt mondja, hogy haszontalan, elhajlott, nem keresi őt, és mindannyian vétkeztek, hogy ha valaki megérti az Isten golgotai áldozatát, Krisztus áldozatát, akkor ezek az emberek igazán megismerik őt, ugye? Nincs, aki értsen engem, de ha valaki elgondolkodik a golgotai kereszten, ugye a kereszt áldozaton, akkor azt mondja az Isten, ha valakik így megismernek engem általa, és elfogadják tőlem ezt a kegyelmet, ezt az irgalmat, akkor erre tekintettel megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Mekkora óriási kegyelem és irgalom üzenete ez, hogy az az emberiség, amelyik megöli a saját teremtő Istenét, annak az emberiségnek a bűneiről és vétkeiről többé meg nem emlékezik az Isten. Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatára, hogy az Isten önmagát adja azokért az emberekért, akik egyébként a saját teremtőjüket ölik meg és viszik fel a keresztfára. Ugye ez jelenti az, amit Hóseás könyvében olvasunk, hogy az Isten igazsággal és ítélettel, de kegyelemmel és irgalommal is köti a szövetséget, mert nem lehet az, hogy az ő törvénye ne érvényesüljön. Miért nem lehet, hogy az Isten 10 parancsot ne érvényesüljön, amikor a szövetségkötés megtörténik? Mert hát ez az élet törvénye, ugye? Az egész világ mindenség kormányzásának, vagy az ott lévő élet rendjének az alapja. Nem lehet az élet törvényét semmibe venni, mert akkor az életet magát vesszük semmibe, ugye? De azért, hogy az emberiség az élet törvénye szerint élhessen, azért valakinek meg kell halnia, és az Isten önmagát áldozza föl, hogy a tőle elforduló, gyakorlatilag az őt megölő emberiséget megmentse, és újra a helyes útra terelje. Ez tehát az igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal való szövetségkötés. És mind a kettő egyértelműen érvényre jut, mind akkor, amikor egy néppel köt szövetséget az Isten, mind pedig akkor, amikor egy emberrel. Hiszen az Ószövetségben, ha a zsidósággal való szövetségkötést tekintjük, ugye akkor a szövetségkötés mikor történt? A Sínai hegynél, a törvények átadásakor. Ugyanakkor az Isten a törvényekkel együtt elrendelte az áldozati rendszert is, amely már Jézus Krisztusnak az áldozatára mutat. Az egyes ember esetében is így van ez. Ugye azt mondja, hogy az egyes emberrel is csak úgy tud szövetséget kötni, új szövetséget, hogyha a törvény az ő belsejében lesz, úgy, ahogy a Messiásnak a keble közepette volt, és amennyiben elfogadják a golgotai áldozatát Krisztusnak, csak azokkal tud az Isten szövetségbe lépni, ugye? Ugyanaz a helyzet mind a két esetben egy közösség, és az egyén esetében is. Vagyis mi az a két alapelv, amit az Isten maradéktalanul kell, hogy érvényesítsen, mert anélkül nem tud szövetséget kötni, sem egy közösséggel, sem egy néppel, sem pedig az egyénnel. Hát mi ez a két alapelv? Ugye? Ezek után. Ugye most azt a kérdést vizsgáltuk, hogy milyen alapon köti meg az Isten a szövetséget, vagy mire tekintettel, hát az ő törvényére tekintettel. És mi az a két alapelv, ami elengedhetetlen, hogy érvényesüljön? Hát talán ebből, amit eddig megvitattunk, abból talán egyértelmű lehet mindannyiunk számára, hogy nem lehet más, mint az igazság és a szeretet. Ugye? Az Isten maradéktalanul érvényesíti az ő igazságát, de az ő szeretetét is mérhetetlen módon megmutatja az emberiség számára. Hogyan láthatjuk ezt? Megint csak közismert igéket szeretnék felolvasni János evangélium 4. fejezetéből. Azt gondolom, hogy ez is mindannyiunk számára nagyon közismert ige hely. Ugye amikor
A samáriai asszonnyal beszélget és megkérdezi őt, hogy hol keressük az Istent, hol található meg az Isten. Akkor erre azt mondja neki Jézus, a 4. fejezet 23. és 24. versében, János evangélium 4. fejezet 23. és 24. versében így válaszol Jézus az asszony kérdésére: eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ugye nagyon világos a jézusi válasz és a jézusi kijelentés, hogy maga az Atya is ilyeneket keres, és nincs erre más lehetőség, mert azt mondja Jézus nagyon világosan, hogy szükséges, hogy az őt követők lélekben és igazságban kövessék őt. Ugye? Amikor az egyes ember tehát megkérdezi az Istent, hogy hogy lehetséges hozzád közeledni és téged követni, hát csak úgy, hogy az igazság maradéktalanul érvényesül, és ezt az egyes ember az életében is érvényesíteni akarja. Ugyanígy van ez a közösség esetében is. Timóteushoz írt első levélhez lapozzunk a 3. rész 15. verséhez. Timóteushoz írt első levél 3. rész 15. verse. Így olvashatjuk az igét: de ha késném, tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Ugye mi az alapja tehát, vagy mi az alapelv, ami egy közösséggel való szövetségkötés esetében is érvénye kell, hogy jusson, az igazságnak való megfelelés, és annak való, és az annak való, pontosan mondjuk, és az azt való képviselet is. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy nem csak az egyének, de az egyénekből álló közösségnek is az igazságot kell megvalósítani az ő életében, és ezt kell, hogy érvényre juttassa, és képviselje is. És nem akárhogyan, hanem azt mondja a Bibliánkban, itt Pál apostol különlegesen ilyen képies kifejezéseket használ, azt mondja, az igazság oszlopa és erőssége. Ugye egy ilyen rendíthetetlen, megmozdíthatatlan kép jut erről eszünkben, ahogy Pál apostol ugye ezt elébünk tárja. De ugye tovább menve a másik alapelvre, ezt pedig János apostol leveleiben találhatjuk meg. János apostol leveleiről tudjuk, hogy tele vannak ugye a szeretetre vonatkozó kijelentésekkel. János apostol első levél 4. fejezetének a 16. és 19. versét szeretném fölidézni, amikor így, ahol így szól az apostol, 1 János 4, 16-19-ben: és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ugye mennyire képletes vagy képies ez a kifejezés is, azt mondja János, hogy mivel az Isten maga szeretet, ezért aki a szeretetben marad, az isteni szeretetben, az lesz az, akiben az Isten is benne marad, ugye? Akivel az Isten is együtt lakozik, akit az Isten is a maga szövetségesének tekint, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is. Nagyon világos tehát az Istennek a szándéka, amit összefoglal Hóseás könyvében, hogy igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal egyszerre, egyidejűleg történik a szövetségkötés, ugye? Nem csak az egyik, nem csak a másik, hanem mind a kettő együtt maradéktalanul érvényesül. Ugye azokhoz, akik az emberiségnél, vagy az egyes embernél általában ez nem így működik sajnos, mert az emberi természet ugye az amit leginkább tudunk, hogyha akik hozzánk nem állnak közel, azokkal szemben inkább az igazságot akarjuk érvényesíteni leginkább, akik hozzánk közel állnak, ott pedig inkább elnézőek vagyunk, és inkább a szeretet oldaláról közelítjük meg ezeket az embereket. De azt mondja, az Istennél azt látjuk, hogy az Isten elfogulatlanul, maradéktalanul mind a két elvet egyszerre egy időben, teljes egészében tudja képviselni. És ezzel adott ő példát
Jézus által, vagy ezért jött ő maga el az emberiség közé, hogy megmutass, hogy emberként, emberi természetben is lehetséges egyszerre, egy időben az igazság és a szeretet szerint való élet, és annak a képviselete mindenki irányában elfogulatlanul. Ez tehát az első szempontunk volt, ugye, hogy mire tekintettel köti meg az Isten a szövetséget, és mi az a két alapelv, ami érvényesül a szövetségkötésnél, de a másik szempont az pedig, vagy a másik kérdésünk az az, hogy mi az ember része a szövetségkötésben, és mi a harmadik alapelv, ami ennek kapcsán érvényre jut. Hát lapozzunk vissza Hósás könyvéhez, és nézzük meg, hogy mi az a másik szempont, amit az Isten itt érvényesíteni kíván a szövetség megkötése során. Hósás második könyvének a 18.-19. versét lapozzuk föl. Ugye a 18. vers, a 18. versben olvashattuk azt, hogy igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal történik az Istennel való szövetségre lépés, vagy az eljegyzés, és a 19. versen pedig így folytatódik a kijelentés, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak. Vagyis a szövetségkötés nem lehetséges hit nélkül, ugye? Igazság, ítélet, irgalom és kegyelem, és a harmadik szempont ez a hit kérdése. Hinnie kell az embernek Isten létezésében, az ő teremtő erejében, abban, hogy az Isten ígérete valóság, hogy a mi bűneinkről és a mi vétkeinkről többé meg nem emlékezik, ahogy olvashattuk Jeremiásnál, és megbocsájt nekünk, és ő lesz az, aki képesít bennünket hitünk által, hogy az ő törvényét megtarthassuk. Szeretnék olvasni Ellen White-tól a Jézushoz vezető út című könyvből. Hát ebben a kiadásban ez a Krisztus követése címet viseli, ebben két könyv van összefoglalva a gondolatok a hegyi beszédről és Jézushoz vezető út. De én a Jézushoz vezető út című könyvből olvasnék, hát ebben a kiadásban a 180. oldal, de a tanítványság próbaköve ez a címe a fejezetnek. Egyetlen egy mondatot szeretnék olvasni, Ellen White a hit fogalmáról a következőképpen értekezik. Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól. Épp a hit, és pedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé az engedelmességre képessé tesz bennünket. Ugye a mai kereszténységben sokféle felfogás uralkodik a hit kapcsán, vannak ilyen szélsőséges nézetek is, hogy elég csak hinnünk, és az Isten a hitünket tekintettel magához fogad, de itt világosan beszél Ellen White, hogy a hit az nem fölment bennünket a törvény megtartása alól. Nem tesz is semmissé a törvényt, hanem éppen a hit által vagyunk képesek arra, hogy Krisztus kegyelmének a részesévé válhassunk, és ez tesz bennünket képessé a törvénynek való engedelmességre is. Nagyon egyértelmű és világos ez a megfogalmazása Ellen White-nak. Na de, ha a Bibliának a teljes tanítását nézzük, akkor ugye tudjuk azt, nem is kell fölidéznünk, vagy odalapoznunk a Bibliából, hogy Jakab mit mond a hitről 2.27-ben. Talán mindannyian tudjuk fejből is ezt az igét, a hit pedig ugye meghalt önmagában cselekedetek nélkül. Na de a szövetség kötés kapcsán, ha már idáig eljutunk, hogy az Isten azt mondja, hogy hittel kell részt vennünk a szövetségkötésben, akkor a szövetségkötés során a hitnek mi a cselekvése? Mert hogy a hit ugye meghalt önmagában cselekedetek nélkül, mondja Jakab apostol. Mert a szövetség kötés során, ugye igazság, ítélet, irgalom és kegyelem, és hit. A hitnek mi a cselekvése a szövetség kötés során? Megint csak ebből a könyvből szeretnék olvasni a Jézushoz vezető útból, a 170. oldalról, hát ebben a kiadásban a 170. oldalon van, az odaadás című fejezetben található ez, hogyha valaki otthon esetleg fel akarja majd lapozni. Ellen White a következőképpen fogalmaz. Amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő a döntés vagy a választás hatalma. Talán most már érezzük, hogy mi akkor a mi cselekvésünk a szövetségkötésben. Vagy a hitnek a cselekvése.
Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek. Tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Így módon egész lényedet Krisztus lelke uralja, szereteted Isten fiában összpontosul, és gondolataid összhangban lesznek vele. Ugye miről beszél itt Ellen White ebben az idézetben? Hát a választásról, a döntésről, mint cselekvésről, ugye? Azt mondja Ellen White, hogy az Isten a választás képességét megadta az embernek. Vagyis ez az ember cselekvése a szövetségkötés pillanatában. Hogyha az Isten megismeri, meglátja, hogy az Isten mit tesz az egyes emberért, ő érte is, hogy a saját életét adja váltságul, és kép kész arra, hogy a mi bűneinket eltörölje, és arról többé meg ne emlékezzen, akkor innentől kezdve az Isten nem akarja azt, hogy ez a mi döntésünktől függetlenül legyen a mi életünk része. Ugye? A vele való szövetség. Isten mindent megtesz, és mindent megmutat önmagáról, hogy a lehető legjobban megismerjük, de még akkor sem kényszerít arra, hogy ebben részt vegyünk. Ugye? Hanem az ember szabadságába helyezi azt, hogy az ember akarja ezt, vagy nem akarja. Azt mondja Ellen White, amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje, ez az emberi természetet uraló erő a döntés, vagy a választás hatalma. A választás képességét az Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld, és ahogy átadod neki akaratodat, azonnal segítségre siet, ugye ezt már én teszem hozzá, mert azt mondja Ellen White, mihelyt átadod neki akaratodat, ő fogja benned munkálni mind az akarást, mind a cselekvést, ugye? Tehát ahogy az ember dönt az Isten mellett, az Isten azonnal a segítségére siet, hogy az emberi természetében lévő gyengeségekkel szemben az isteni képmás kiábrázolódhasson. Ugye mi tehát akkor a harmadik alapelv? Mi tehát akkor a harmadik alapelv, ami a szövetség kötés során messze menőkig is maradéktalanul érvényesül az igazság és a szeretet mellett? Hát az, amit Pál apostol a 2 Korintus 3.17-ben úgy fogalmaz meg, hogy ahol pedig az Úrnak lelke, ott a szabadság, ugye? Az Isten tehát nem csak igazság és szeretet, hanem szabadság, mint alapelv mentén köti meg a szövetséget, ugye? Az ember része tehát a hit, a hitnek a cselekvése pedig a választás, ami pedig szabad, ahogy mondja Ellen White, ugye? Hát azt mondja, az Isten ebben nekünk maximális szabadságot ad, és bár ő a legjobban szeretné, hogy ő vele szövetségre lépjünk, de mégsem teszi ezt kötelezővé vagy kényszerűvé az ember számára. Hogyan adott erre példát egyébként az igében az Isten? Mert nyilván ez, ahogy az óránk elején vagy a tanulmányunk elején ezt említettem, egyértelműen maradéktanul érvényesül az egyes ember szintjén, de a közösség vagy egy néppel való szövetségkötés szintjén is. Szeretném, hogyha egy ószövetségi példát fölidéznénk ezzel kapcsolatban, a következő példát, ahol az Isten maximálisan szabadságot adott minden egyes embernek a zsidóságon belül, hogy meghozzon egy döntést, egy nagyon fontos döntést a vele való szövetség kapcsán. Ugye ez pedig a honfoglalás kérdése, vagy a honfoglalás idején történik. Olvassuk el Józsué könyvéből, a 8. fejezetből a következő ige szakaszt. Józsué könyve 8. fejezet, és innen szeretném olvasni a 30. verstől a 35. versig terjedő részt. Tehát Józsué könyve 8. fejezet 30-tól 35-ig a következő leírást tartalmazza. Majd oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének Ebál hegyén. Miképpen megparancsolta Mózes az Úrnak szolgálja Izrael fiainak, amint megvan írva a Mózes törvényének könyvében, oltárt épp kövekből, melyeket vas nem érintett, és vittek arra egészen égő áldozatot az Úrnak,
és áldozának hálaláldozatokat. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének mását, amelyet az írt Izrael fiai elé. Az egész Izrael pedig és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak két felül a láda mellett, a lévita papok előtt, akik az Úrnak figyládáját hordozták, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amin megparancsolta Mózes, az Úr szolgája, hogy megáldaná az Izrael népét először. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot mind úgy, amint megvan írva a törvénykönyvében. Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt, amelyet fel nem olvasott volna Józsué az Izraelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik jártak közöttük. Miért különleges ez a történet Józsué könyvéből? Azért különleges, mert ha valaki figyeli a honfoglalás menetét, és Józsué könyvét mondjuk elkezdi olvasni, mondjuk otthon utána lehet ennek járni, ugye amikor megtörténik a Jordán folyó kettéválása, és átmennek a Jordánon, utána az első állomás ugye Gilgál, ahol tábort vernek, majd ezután következik Jerikó elfoglalása, majd pedig Aj város elfoglalása. És ugye az Aj város elfoglalása, az itt van a 8. fejezetben, és utána rögtön történik ugye az Ebál és a Garizim hegyi áldás és átok felolvasás. Vagyis Kánaán területére épp hogy beérkezik a zsidóság, 2 milliós nép, és összesen két várost foglalnak el, Jerikót, illetőleg Aj városát. A Kánaán összes többi területe, ugye a kánaániták által uralt és lakott terület még egyenlőre. Azért hoztam a bibliai atlasz, hogy megmutassam, hogy a Garizim és az Ebál hegy a Sikem városa mellett helyezkedik el, és szeretném megmutatni, hogy Sikem városa hol helyezkedik el, nem tudom mennyire fog látszódni Kánaán területén belül. Tehát ugye itt a Jerikó folyó, itt a Holtenger, ezt már jól látszódik, itt a Jerikó, Jordán folyó, és hogy átmentek a Jordán, itt van Jerikó, ez itt Bétel, és itt Bétel mellett volt vélhetően Aj városa. Tehát összesen Jerikót és Aj városát foglalták el, és ehhez képest Sikem pedig itt van. Vagyis bent Kánaán közepén. Nem tudom, hogy értjük-e a helyzetet. Ugye átmennek a Jordán folyón Józsué vezetésével a zsidóság, elfoglal itt két várost Kánaán alatt, Kánaán aljában, és utána az Isten parancsára be kell menni Kánaán közepébe. Mindenkinek. Ugye, mert úgy olvastuk, hogy Józsué, amikor felolvasta a törvény szövegét, amit Mózes parancsolt neki, akkor az egész gyülekezet előtt történt a felolvasás. Az asszonyok, a gyermekek, a jövevények előtt is, akik jártak közöttük. Ugye, a helyzet nyilvánvalóan nagyon különleges, mert a kánaaniták tudják, hogy a zsidóság egy ellenséges nép, háborúban állnak egymással. És a háborúban nem egy komoly taktikai lépés az, hogy feladom az állásaimat, és védtelenül az egész népet beviszem az ellenség közepébe. Ugye? Tehát az volt az isteni parancs, hogy mindenkit, asszonyokat, gyerekeket, jövevényeket, mindenkit be kell vinni Kánaán legközepébe, az ellenség közé, és Sikem városánál, a Garizim és az Ebál hegyén föl kell olvasni az áldást és az átkot. Mit gondolunk, miért kellett ezt megtenni? A honfoglalás legkezdetén az Isten miért kérte ezt számon a zsidóságtól? Vagy miért kérte ezt a zsidóságtól el? Miért adta ki ezt parancsba? Szeretnék olvasni a Pátriárkok és Proféták című könyvből az Áldás és Átok című fejezetből. Így olvashatjuk a, hát ebben a kis ugye ebben a kis kiadásban az 542. oldalon olvasható az alábbi megjegyzés.
A hadműveletet most felfüggesztették, hogy az egész Izrael részt vehessen egy ünnepélyes istentiszteleten. A nép vágyakozott letelepedni Kánaánban, hiszen még nem voltak házaik, sem földjük családjaik számára, és hogy mindezt megszerezzék, el kellett űzniük a kánaánitákat. De ezt a fontos tennivalót elhalasztották, mert magasztos kötelesség kötötte le figyelmüket. Mielőtt örökségüket birtokba vennék, meg kellett újítaniuk Isten iránti hűségük szövetségét. Mózes utolsó utasításában kétszer is úgy rendelkezett, hogy gyűjtsék össze a törzseket Sikemben, a Garizim és Ebál hegyén Isten törvényének ünnepélyes elismerésére. Ennek a rendelkezésnek engedve az egész nép, nem csak a férfiak, hanem a nők, gyermekek és a köztük lévő jövevények is elhagyták a Gilgáli tábort, és ellenségeik földjén keresztül az ország központja közelében lévő Sikem völgyébe mentek. Bár minden oldalról legyőzetlen ellenségek vették őket körül, mégis biztonságban voltak Isten védelme alatt, amíg hűségesek voltak hozzá. Tovább szeretnék még olvasni néhány gondolatot, mert látjuk a leírásból, hogy valóban az volt a rendelkezés, hogy ahogy megkezdődik a honfoglalás, épp hogy beérkeznek Kánaán földjére, az isteni utasítás az volt, hogy be kell menni az ellenség közepébe, Sikem városához, és ott kell egy ünnepélyes Isten tiszteletet megtenni. Önmagában véve ez a rendelkezés, ennek a rendelkezésnek a megtartása egy óriási hitpróba volt a zsidóság számára. Hát gondoljuk el, hogy feladva ugye a tábort, amit nyilván jól védhető pozícióba helyeztek, kimentek, és teljesen kiszolgáltatottá tették magukat az ellenség számára, de ez volt az Isten utasítása és rendje, hogy menjenek, és az Ebál és Garizim hegyén ővele, hát gyakorlatilag a szövetséget újítsák meg. Na most nézzük meg, hogy miért kellett mindenkinek megjelenni ezen a Isten tiszteleten. Az 544. oldalról szeretnék olvasni. Izrael közvetlenül az Úr szájából kapta a törvényt a Sínainál, és annak Isten ujjával írt szent szabályait még most is ott őrizték a figyládában. De most újra leíratott olyan helyen, ahol mindenki olvashatta. Mindnyájuknak megvolt a kiváltsága, hogy megnézzék maguknak a szövetség feltételeit. Ugyanis ugye le kellett írni a kövekre, amit felállítottak ezeken a helyeken. Tehát mindannyiuknak megvolt a kiváltsága, hogy megnézzék maguknak a szövetség feltételeit, amelyektől Kánaán birtokba vétele függött. Mindenkinek személyesen kellett kijelentenie, hogy elfogadja a szövetség feltételeit, és egyetérte az áldásokkal és átkokkal, amit a törvény megtartása, illetve megszegése maga után von. A törvény nem csak felírták az emlékkövekre, hanem maga József olvasta föl az egész Izrael hallatára. Mózes csak néhány héttel azelőtt adta át a népnek 5. könyvét, Józsué most mégis felolvasta a törvényt. Egy nagyon világos a kijelentés, amit Ellen White itt leír ennek a résznek a magyarázata során, amikor azt olvassuk, hogy ennek a célja nyilván nem más volt, mint ahogy elkezdődik a honfoglalás, az Isten azt kérte a zsidóságtól, hogy menjenek el egy konkrét helyre, ami nyilván a helynek a megközelítése is egy nagyon nagy hitpróba volt, de amikor oda mennek, akkor miért kell ott mindenkinek megjelenni? Mert ugye most kezdődik a honfoglalás, Kánaánnak az elfoglalása. És az Isten mindenkitől személyesen, egyenként, külön-külön választ vár, és döntést kér arra nézve, hogy ő részt kíván-e venni ebben a honfoglalásban, vagy pedig nem. Mert az Isten ugyan nekik ígéri Kánaán területét, és nekik adja, de senkit nem akar erre kényszeríteni. Senki számára nem teszi kötelezővé, hogy ebben a honfoglalásban legyen. Senki számára nem lesz kötelező előírás, hogy ő a honfoglalásban maga is ott lehessen. Mindenki számára fölteszi a kérdést és a lehetőséget megadja, hogy döntsön. Most még mindenki dönthet, láthatja, hogy milyen küzdelemmel fog ez járni, hogy akarja vállalni ezt a küzdelmet, vagy nem, vagy egy egészen másik úton szeretne járni, és másik úton szeretne élni. Ugye így olvashatjuk, Ellen White ezt mondta, mindannyiuknak megvolt a kiváltsága, hogy megnézzék maguknak a szövetség feltételeit, melyektől Kánaán birtokba vétele függött. És most figyeljünk, mert ennek szerintem jelentősége van, mindenkinek személyesen kellett kijelentenie,
hogy elfogadja a szövetség feltételeit, és egyetért az áldásokkal és az átkokkal, amit a törvény megtartása, illetve megszegése maga után von. Tehát világos, hogy az Isten minden egyes alkalommal ugyanazokat az alapelveket érvényesíti a szövetség megkötése és megújításakor, amiről beszéltünk. Ugye van feltétel, törvény, de ott a kegyelem és az ígéret is, hogy az Isten minden egyes alkalommal, amikor az emberek mellette döntenek, akkor kész az ő segítségét megmutatni, mert hát ő fogadja vissza azokat, akik egyébként ellene lázadoznak folyamatosan, de hát nyilván a zsidóság esetében is így volt ez. A 40 éves pusztai vándorlás során többszöri lázadás ellenére most újra megadja a lehetőséget, hogy megújítsák a szövetséget. Na de mindemellett az Isten maradéktalanul érvényesíti, ugye azt, hogy mindenki maga hozza meg ezt a döntést. Nem más hozza meg helyette, hanem személyesen ő döntse el, hogy ebben részt kíván-e venni, vagy pedig nem. Ugye ez a lelkiismereti szabadságnak a tiszteletben tartása, amit láthatunk, hogy az Isten maga teremtett meg gyakorlatilag. A maga példaadásával. Mielőtt még tovább mennénk, azért egy fontos eseményre még fölhívnám a figyelmet, ami Mózes 5. könyvében szintén leírásra található. Egyébként én mindenkinek ajánlom, hogy a Mózes 5. könyvének a 27.-28. fejezetét olvassuk el, ahol az áldások és az átkok felsorolásot kerülnek. Valami különleges azok az igék, amik ott találhatóak. Hogy az Isten mi mindent ígér, és mi mindent mond el abban az esetben, hogyha nem történik hozzávaló hűség. Ha hűség történik, akkor az Isten mi minden ígéretet ad az ő népe számára. De mielőtt, illetve miután ezt most már így elhagyjuk, még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Hogy ez nem egy egyszeri esemény volt a zsidóság számára, a törvény felolvasása, illetőleg az áldás és az átok felolvasása. Mózes 5. könyvének a 31. fejezetében a következő rendtartást hagyta meg Mózes a zsidóság számára. 5 Mózes 31. versé fejezetéből olvasnám. A 10. verstől olvasnám el a 13. verséig. És megparancsol a nékik Mózes mondván, a 7. esztendő végén, az elengedés esztendeinek idejében, a sátorok ünnepén, mikor eljön az egész Izrael, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvast fel a törvényt az egész Izrael előtt fülük hallására. Gyűjtsd egybe a népet, férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényeidet, aki a te kapuidon belül van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti isteneteket, és tartsák meg, és teljesítsék a törvénynek minden igéjét. És az ő fiaik is, akik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti isteneteket kell félni mind addig, amíg éltek azon a földön, amelyre által keltek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Mi volt Mózesnek a rendtartása? Hogy 7 évente meg kellett újítani a szövetséget. Ugye ez egy különleges rendtartás, mert az Isten azt mondja Mózes által, hogy minden 7. esztendő végén, a sátoros ünnepen az egész Izraelt egybe kellett gyűjteni, férfiakat, asszonyokat, kicsinyeket, jövevényeket, és mindenkinek személy szerint újra meg kellett erősíteni a szövetségét az Istennel. Vajon milyen célt szolgált ez az Isten részéről? Hogy elrendelte, hogy a szövetségkötés nem csak egyszeri alkalom az ember életében, hanem ezt újra és újra folyamatosan meg kell erősíteni. És az Isten hozott erre egy rendtartást, hogy ez 7 évente intézményesen az egész Izrael előtt megtörténjen. Megint csak a Pátriárkok és Próféták című könyvből szeretnék olvasni, onnan az előbb is olvastam, 545. oldalról szeretnék olvasni, hogy Ellen White kommentálja ezt a részt. Sátán állandóan munkálkodik, azon fáradozva, hogy Isten szavának elferdítésével az értelmet elhomályosítsa, és így bűnbe vigye az embert. Azért beszél az Úr olyan érthetően, nagyon világossá téve követelményeit, hogy senki ne tévedjen. Isten állandóan törekszik az embert szorosan védelme alá vonni, hogy Sátán ne gyakorolhassa felette kegyetlen megtévesztő hatalmát.
Isten leereszkedett az emberekhez, hogy saját hangján beszéljen hozzájuk. Saját kezével írta fel számukra az élő bölcsességeket, ezeket az áldott igéket, melyek mindegyikét élet hatja át. És az igazságtól fénylenek, tökéletes vezetőt adta nekik, mivel Sátán állandóan azon mesterkedik, hogy az ember figyelmét elterelje, és az Isten ígéretéhez és követelményeihez való ragaszkodást megingassa, annál nagyobb odaadásra van szükség, hogy ezek bevésődjenek az ember szívébe és értelmébe. A vallási tanítóknak nagyobb figyelmet kellene szentelniük arra, hogy az embereket a bibliai történelem tényeire és tanulságaira, az Úr figyelmeztetéseire és követelményeire oktassák. Ugye Ellen White hogyan kommentálja ezt? Hát azért mondja, azért van erre szükség, mondja Ellen White, mert nem csak Isten létezik a világegyetemben, hanem bizony létezik az ellenség, aki mind fáradozik és mind törje folyamatosan a fejét. Nem azon, hogy az Isten útjaihoz ragaszkodóvá tegye az embert, hanem azt mondja, az Isten szavának elferdítésével az értelmet elhomályosítsa. Ezért van folyamatosan szükség arra, hogy az Istennel való szövetségkötés után újra és újra fölidéződjenek a bibliai történelem tényei és tanulságai, ahogy mondja itt Ellen White, hogy ez állandóan az ember emlékezetében, értelmében frissen legyen tartva, különben azt mondja Ellen White, az ellenség nyilván nagyon könnyűszerrel sikert arathat, mert azon mesterkedik, hogy az emberek figyelmét eltereljék az ígéretektől és a követelményektől, és az Isten szavát elferdítve az értelmet elhomályosítsa. Tehát a szövetség kötés kapcsán az ember részévé teszi az Isten a választást, de ezt a választást ugye a zsidóság számára azt mondta, hogy újra és újra meg kell erősíteni. Minden egyes alkalommal, 7 évente. Nyilván az új szövetségben ez a megerősítés, vagy a visszaemlékezés a szövetségkötésre, az Istennel való újbóli megerősítése és újból a személyes döntés meghozatala pedig nem más, mint az úrvacsorai alkalomnak a megtartása. Tehát látjuk, hogy az Isten mindig elrendeli ezeket az eszközöket azért, ahogy mondja Ellen White, hogy az ő népét védelem alá helyezze. Tehát ezeknek ugye, amiket az Isten elrendel, vagy előír, ezek nem öncélúak, és nem csak azért van, mert hatalmasabb, mint mi, és akkor törvényeket szab számunkra, hanem a mi védelmünk érdekében alkotja meg ezeket az előírásokat. Lapozzunk vissza Hóseás könyvéhez, 2. fejezetéhez. Hóseás könyve 2. fejezet 18. és 19. verséhez, hogy ezek után mi minden tartalmaz még ez az ige. A szövetség kötés kapcsán. Hóseás könyvének 2. fejezet 18. és 19. verse. Ugye beszéltünk az igazság és ítélet, irgalom és kegyelem, és a hittel való eljegyzésről, és mielőtt még tovább mennénk, most visszatérünk a 18. vers elejére, mert ott is van egy különleges kijelentés ebben a versben, mert azt mondja az Isten a vers elején, eljegyezlek téged magamnak örökre. Valami nagyon szép megfogalmazás ez, ahogy az Isten az ember felé közelít. Ugye eljegyezlek téged magamnak örökre. Ugye egyrészt azt mondja az Isten, hogy nagyon szoros, nagyon bizalmas kapcsolatba szeretne kerülni az emberrel. Ezért mondja, hogy téged. Ugye? Tehát ilyen bizalmas, bizalmat ébresztő kifejezést használ, és talán erről mi juthat eszünkbe, erről a kifejezésről, hát nem más, talán gondolom, mint az első parancsolat, ahol ugyanezt a kifejezést használja az Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Vagyis mire helyezi a hangsúlyt az Isten ebben a kijelentésben? Egyáltalán, ha már arról beszélünk, hogy a törvény az alapja, a 10 parancsolat az alapja a szövetség megkötésének, akkor vajon gondolkoztunk-e már azon, hogy egyáltalán egy új szövetségi hívő ember számára miért fontos, hogy a 10 parancsolatban benne legyen az Egyiptomból való szabadulásnak a ténye, és az arra való emlékezés? Egy 21. századi ember számára miért van annak jelentősége, hogy mi történt
3500 évvel ezelőtt. És az Egyiptomból az Isten kihozott egy zsidó népet. Hát ugye a 21. századi ember számára ennek milyen jelentősége van? Ugye ez azért hagyta benne az Isten a 10 parancsolatban, és azért fontos ennek a megjelenítése az 10 parancsolatban, mert itt is nem más történik, mint a szövetségre való elhívása ennek a népnek. És azt mondja az Isten, hogy ahhoz, hogy egy emberrel szövetséget tudjak lépni, ahhoz nekem olyan csodát kell tennem, és olyan isteni hatalomnak kell megnyilatkoznia, mint ami isteni hatalom megnyilatkozott az Egyiptomból való szabadulás idején. Az egyes ember olyan fogságban van és olyan rabságban van, hogy csak egy isteni csoda, csak egy isteni hatalom képes kimenekíteni ebből a rabságból. És az Isten ezt így mutatja be képletesen, hogy ahogy Egyiptomból való kiszabadításra az Istennek 10 csapást kellett tenni, és a Vöröstengert megnyitnia, ami nyilvánvalóan csak is egy természet fölötti hatalom által lehetséges, az Isten erre akarja fölhívni a figyelmet, hogy itt egy isteni hatalom és egy isteni csoda szükséges ahhoz, hogy az emberiség fölébredjen és meglássa az Istennek a szándékát, a személyét. Ezért mondja azt az Isten, hogy ő ekkora dolgot tesz értünk, és ő ilyen bizalmas kapcsolatba akar lépni, mint az én és te kapcsolat. Ezért mondja, hogy én eljegyezlek téged magamnak. És mire jegyezel? És itt érkezünk el a harmadik szempontunkhoz, hogy mi a szövetség célja. Ugye? Mert eljegyezlek téged magamnak igazsággal, ítélettel, irgalommal, kegyelemmel és hittel, és mi a szövetség célja? Megköttetik a szövetség, és milyen célból? Csak azért, hogy az ember az Istennel együtt legyen? Önmagában való lenne a szövetség, vagy van valami célja ennek a szövetségnek? Felolvasok 2 igét, egyet az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. Mózes 2. könyve 19. fejezet 5. és 6. verse. Ugye ezek is közismert igehelyek, talán fejből is tudjuk idézni, hogy mi a szövetség kötésnek a célja, hogyan kötötte meg a szövetséget Isten a zsidósággal a Sínai hegynél, mit hangzott el. Azt mondja az Isten 2. Mózes 19.5.6-ban, a következőket mondja. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok, birodalma és szent nép. Vagyis mi a cél? Ugye pappá lenni és szent néppé lenni. És mi a papnak a szerepe és feladata? Hát, hogy az Istenről való helyes ismeret továbbadása megtörténjen a világ számára, ugye? Vagyis a szövetségkötés nem önmagáért való, hanem a szövetségkötés küldetéssel és felelősséggel jár, és ez a felelősség nem más, mint az Isten személyének a bemutatása a világnak. És ugyanezt mondja el Péter apostol is, ugye, az új szövetségi hívők számára, kicsit másképp fogalmazva, de gyakorlatilag ugyanezt ismétli meg 1 Péter 2.9-ben, talán fejből tudjuk ezt az igét is, hogy ti pedig választott nemzetség, ugye? Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Miért? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. És az elhívás nem azért történik, hogy mi élvezzük az Isten áldásait, hanem azért történik, hogy azokat továbbadjuk. Hogy az Istenről hiteles képet mutassunk. És akkor, amikor az Istent képviseljük és bemutatjuk a világnak, akkor mi magunk is ugyanazokat az elveket képviseljük, amiket Isten velünk szemben képviselt. Az igazságot, a szeretetet és a lelkiismereti szabadságot. Vagyis felelősségünk, hogy mind a három alapelvet mi érvényesítsük és képviseljük. Mi más még a célja a szövetségkötésnek? Ugye mi hangzik el Hóseás könyvében és az utolsó kijelentés Hóseás versében? Ugye eljegyezlek téged magamnak, és a 19. vers hittel jegyezlek el téged magamnak, hogy, ja és, megismered az Urat, ugye? A szövetségkötés célja az Isten személyének a mind jobb és jobb megismerése. Hogyan lehetséges az Istennel az Isten személyét mind jobban és jobban megismerni? Ugye az Istennel való szövetséget mi máshoz hasonlítja még az ige? Efézusi levél 5. fejezetében. A házassághoz. Ugye? És a házasság előtt
ti kapcsolatot ugye hogyan nevezzük, amikor megtörténik az egymás megismerése? Hát az eljegyzés időszaka, ugye? Ezért ugye nevezít is ezt eljegyzésnek, ugye? Hóseás könyvében, vagyis az eljegyzés, vagy együttjárás, ugye? És az Isten megismerése is hogyan történik? Az ővele való együttjárás során. És hogyan tud az Isten az ővele való együttjárás során önmagáról mind többet és többet elárulni? Nézzük meg, hogy az Istennel való együttjárásnak milyen fokozatai, lépései vannak. Nagyon rövid leszek, most már mindjárt végzünk. Zsoltárok könyve 37. fejezetéhez lapozzunk. Nézzük meg, hogy itt Dávid az Istennel való együttjárásról milyen fokozatát mutatja be. Zsoltárok könyve 37. fejezet 23. és 24. versét olvassuk el. Így mondja ez Dávid. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Ugye az Istennel való szövetségkötés és a vele való együttjárás után is az ember életében sajnos történnek elesések, ugye? Ezt mondja Dávid, hogy ahogy együtt járunk az Istennel, az életünk továbbra sem marad bűntelen, sajnos. És azt mondja, hogy történni fognak elesések. De az Istennel való együttjárás eredménye mi lesz, hogy meg fogja az Isten szilárdítani az igaz ember lépteit. Miért? Mert az igaz embernél különbséget tesz Dávid két dolog között. Az elesés és az elterülés között. Ugye világosan különbséget tesz. Azt mondja az igaz emberről, ha elesik, nem terül el. Mi lehet a különbség az elesés és az elterülés között? Hát az, hogyha valaki elesik, akkor nem akar úgy maradni, ugye? Az elterülés az gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy is marad. Mert aki elesik, az föl akar állni, és újra járni akar. De aki elterül, az már nem akar utána fölállni, hanem elkezdi igazolni az állapotát. Ez a különbség az elesés és az elterülés között. De olvassunk el a 121. Zsoltárból is egy ige helyet. 121. Zsoltár harmadik verse. Azt mondja itt a Zsoltáros 121.3-ban, nem engedi, hogy lábad inogjon. Ugye valami különleges, finom megfogalmazások vannak az Istennel való együttjárásról. Azt mondja, hogy az elesés fázisából következő fázis az lesz, hogy az Isten nem csak az elesésektől akar megmenteni, de a megingásoktól is meg akar menteni. Ugye, mert a megingásból van az elesés, ugye? És azt mondja itt Dávid, hogy az Isten azt se akarja megengedni, hogy inogjál. Még az ingástól is, az elbizonytalanodástól is meg akar védeni, ugye? Nem engedi, hogy lábad inogjon. Lapozzunk Filippi beliekhez írt levél első rész 10. fejezetéhez. Filippi 1.10, ott azt mondja az apostol, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták, figyeljünk, botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Ugye azt mondja itt Pál apostol, hogy nem csak az ingástól, de a megbotlástól is meg akar menteni az Isten. Ugye, mert az elesés a megingásokból és a megbotlásokból következik. És azt mondja itt Dávid, hogy az elesés fázisa után következik az, amikor ingunk, meg botladozunk, de az Isten ezektől is mentesíteni akar. A megingásoktól, a megbotlásoktól. És hova akar minket elvezetni az Isten? 1 Korintus 15.58, ez a végső stádium. Így szól Pál apostol 1 Korintus 15.58-ban, azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában, mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Azt mondja az Isten Pál apostolon keresztül, hogy mozdíthatatlanná kíván bennünket tenni. Erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Nincs, azt mondja Pál apostol, az Istennel való szövetség az valami olyan különleges dolog, aminek az eredményeképpen az ember megingás, botlás nélküli és mozdíthatatlan, megdönthetetlen, ugye? Megingathatatlanná képes válni az Istennel együtt. Ez valami különleges nagy ígéret az Isten részéről. Ugye, és ez jelenti
a megismerést, mert ugye ez a szövetség célja, hogy az ember Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljon, ugye? Akinek az életében nem volt megingás, botlás, hanem erősen és mozdíthatatlanul állt. És ugye a megismerésnek mi lesz a végeredménye? Azt pedig már szintén elmondhatjuk akár a Biblián kinyitása nélkül is János Evangélium 17.3-ban. Ugye így hangzik, az pedig az örök élet. Mi az örök élet? Hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Vagyis mi az örök élet? Az Isten megismerése. És mi a szövetségkötés célja? Hogy megismerjetek engem. Ugye eljegyezlek téged magamnak, igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal, bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Ugye? Ez pedig az örök élet, hogy megismerjétek, hogy megismerjék az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát adja Isten, hogy amit ő elkészített és eltervezett, arra nézve, hogy őt megismerjük, és így örök életünk lehessen, ez mindannyiunk életében bekövetkezzen az ő kegyelméből. Amen.